Hát sziasztok! Üdvözlök megint mindenkit itt a csatornán, én Csiger vagyok, ez pedig itt a Vintage Lab. A mai epizódban folytatjuk az analóg filmelő hívással kapcsolatos tudás megszerzését. A múltkori epizódban már megmutattam nektek, hogy mi szükséges ahhoz, hogyha neki akarunk állni, magyarul mi az első teendő, milyen eszközöket kell beszerezni. Ha ezt az epizódot még nem láttad, akkor itt megteheted, vagy a link alul megtalálható. Ha megnéztétek ezt az epizódot, akkor tudhattátok, hogy a legelső és legfontosabb lépés a hívó beszerzése, a filmhívó beszerzése. Na most, hogyha beszereztük a filmhívót, akkor ezt elő is kell készíteni, hiszen 90%-ban ez többnyire poralakban található, található természetesen folyadék formában is, de mindenképpen valamilyen nyersanyagot kapunk, amit még elő kell készíteni, hogy aztán nekiállhassunk filmet hívni, és ennek vannak különböző lehetőségei, lehet egy vagy két komponensű is az az előkészítetlen hívó, és ezt hívásra alkalmas formába kell helyezni, azaz elő kell készíteni. A mi már múltkor bemutatott hívónk a Kodak D76 lesz. Ez egy nagyon jó univerzális általános hívó, jelen esetben poralakban egy komponensben van még itt a kezünkben, ezt fogjuk előkészíteni hívásra. Ennek a hívónak a pontos hívási idejei megtalálhatók a legtöbb filmnek a belső borításában. Sokszor nem véletlenül ugyanúgy található meg, hogy D76/ID11. Azt tudni kell, hogy az Ilford által gyártott ID11-es hívó és a Kodak D76-os hívó effektíve teljesen ugyanaz a recept, így két olyan cégtől is tudunk általános hívót találni, amire a legtöbb hívási idő elő van készítve. Szóval ne jegyetek meg, ha a filmen belül azt látjátok, hogy ID11 és egy idő, és nektek Kodak D76 van otthon, vagy fordítva, akkor az teljes mértékben használható és pontos idő lesz. Na de nézzük, hogyan készül elő a hívó arra, hogy később filmet hívhassunk vele. Most azokat mutatom meg, amire szükség lehet. Tehát itt van maga a hívó, szükség lesz ioncserélt vízre, vagy desztillált vízre, de ha nincs otthon, nyilván csapvizet is felforralhattok, és az is utána megfelelő hőmérsékletre visszahűtve, az is megfelelő lesz. Szükség lesz egy edényre, amiben majd le tudjátok keverni. Ha nincs otthon külön edény, ami hőálló, de van például egy fém hívótankotok, ami egy literes, akkor abban is nyugodtan elő lehet készíteni a hívó oldatot. Én most ezt fogom tenni, az egyik Kinderman egy literes tartályomat fogom használni arra, hogy ezt leoldjam. Szükség lesz egy flakonra, amiben majd a kész oldatot fogjuk tárolni, ez a fekete vegyszertartó flakon lesz az, ez is 1 literes űrtartalmú. Szükség lesz valamire, amivel átöntjük a tartályba a hívót, erre én azt a tölcsért fogom használni, amit az előhívások során használok, így nem lesz másfajta vegyszerkeveredés. Nyilván szükség lehet egy mérőedényre, amivel kimérjük az 1 liter vizet, amire itt szükség van. Szükség lesz természetesen egy hőmérőre. Szükség lesz valamire, amivel keverni tudjuk az oldatot. És az egyik labortálat is biztonság kedvére az asztalra helyeztem, hogyha véletlenül kilocsogna valami, akkor ne hagyjon foltot. Szóval itt van a hívónk. A Kinderman acéltartályban már az a 800 ml felmelegített víz van, desztillált víz van, amire szükség van. A maradék 200 ml az 1 literből az itt található. 1 literes a hívó. Mutatja is fenn az ábra, hogy 800 ml-t kell felhevíteni 50-55 Celsius fok közé, Fahrenheitben 122-131, de hát nyilván ez nekünk annyira nem érdekes, 55 fokra, nem feltétlenül baj, ha egy nagyon picit így melegebb, igazából az a lényeg, hogy hidegebb ne legyen. A tartályban már megtalálható a víz, tehát nagyobb rész vízre van szükség, kibontjuk a hívó zacskóját, lehetőleg az egyik sarkát vágjuk le, hogy úgy tudjuk beleönteni, majd hogy ne szorodjon szem a szél, csináljuk egy kis lugat. Kezdjük beleönteni, és kevergetjük. Keverjük addig, amíg teljesen fel nem oldódik, nem látjuk ezeket a kis fehér pöttyöket. Amikor maradéktalanul elkevertük a hívót, akkor hozzáadjuk a maradék vizet. És
továbbra is keverjük. Ennek a víznek már igazából nem kell felmelegítettnek lennie, de ha egybe melegítettük fel az 1 litert és utána osztjuk el 800 ml és 200 ml-re, akkor sincs semmi baj. Értelemszerűen ilyenkor, még amikor túl meleg a hívó nem alkalmas hívásra, meg kell várni, amíg kihűl. Én javaslom, hogy először hagyjuk teljesen kihűlni, és csak a következő nap kezdjünk el vele hívni, de ha természetesen azon a szükség van rá, lehet alkalmazni azt is, hogy az ember egy kicsit oldalról kihűti, csak fennáll a veszély, hogy a friss vegyszerből esetleg kicsapódik valami. Ezért javaslom, hogy inkább egy picit nyitva hagyva a tetejét hagyjuk megfelelően kihűlni, 20-24 fokra, attól függ, hogy éppen mit fogunk hívni. De természetesen tárolni kell valahol, hiszen nem a hívótartályba fogjuk ezt tárolni, vagy a keverőedénybe, úgyhogy egy megfelelő flakonba fogjuk ezt áttölteni. Lehetőség szerint használjatok vegyszeres flakont, de ha nincs ilyesmi, akkor természetesen lehet használni bármilyen ásványvizes flakont, megfelelően természetesen előtte kimosva. Én sokáig jobban preferáltam a szélesebb szájú üdítős flakonokat, de hogyha 1 liter hívót keverünk, akkor lehetőség szerint 1 literest használjunk. Azért fontos, hogy megfelelő űrtartalmú edényt használjunk a tárolásra, mert az van még a csomagoláson is, hogy amennyiben az 1 litert 1 literes flakonban tároljuk szakszerűen, akkor 6 hónapig alkalmas lesz arra a vegyszer, hogy filmet dolgozzunk ki vele. Ha mondjuk csak fél liter tartunk az 1 literesben, ez is így van ideírva, ebben az esetben a benne levő oxigén miatt előbb-utóbb ezt a vegyszer fel fogja dolgozni, és innentől kezdve csak 2 hónapig lesz alkalmas a vegyszer arra, hogy hiba nélkül dolgozzunk vele. A szakszerű tároláshoz hozzátartozik még az is, hogy ne érje tűzőnapfény, és semmiképpen ne tároljuk szobahőmérséklet felett, de lehetőleg inkább jóval alatta. Ha van hideg száraz helyiségünk, akkor többnyire ott tároljuk spájzra vagy pincére, de a fontos az, hogy semmiképpen ne érje tűzőnap, vagy ne érje hirtelen hőhatás, és akkor a vegyszerünk még a 6 hónap után is, hogyha nincsen oxigén a flakonban, akkor azért többnyire alkalmas lesz. Ami még fontos, és ezt mindenkinek javaslom, egy cetlivel a műanyag flakonra ragassza rá, ha pedig átlátszó alkoholos filccel írja rá, hogy mikor oldotta le a vegyszert. Én alatta azt is szoktam egy papírra sigurázni, hogy hányat dolgoztam ki vele, hogyha törzsadatot használok. Ha kiégítással dolgozunk és elöntéssel, abban az esetben természetesen ezt nem kell nyilvántartani, de a dátum akkor is fontos, hogy mikor oldottuk le, hogyha mondjuk már egy éves vegyszerről van szó, és fontos felvételeket dolgozunk ki, akkor azok ne vesszenek oda azért, mert szakszerűtlenül tároltuk a hívót. Nincs más hátra, mint átölteni a vegyszert a flakonba, eltenni, és kezdődhet a filmkidolgozás, hogyha a kellő hőmérséklet megvan. Nincs más hátra, mint a vegyszert áttegyük a tárolóba. Átöntöttük a tárolóba a már hívásra kész vegyszert, amit látjátok, jól tettem, hogy használtam alátétet, hiszen egy kicsi mellé folyt. Nyilván ilyenkor előfordul, hogy pár milliliterrel több van a tantályban. Innentől kezdve, hogyha ez kifolyik, semmi gond, inkább egy pár milliliter vesszen oda, de oxigénmentesen tudjuk tárolni a flakonba a vegyszert. Ezt visszazárjuk. Tehát javaslom, mindenképpen írjátok rá a flakonra, ha ilyen sötétet használtok, cellusza ragasztatok rá egy cetlit, és tudjátok azt is figurázni, hogy hány darab filmet dolgoztatok ki. 1 liter hívó oldat, ebben az esetben 10 darab tekercs kidolgozására alkalmas. Ha elöntéssel dolgoztok és egy az egy arányba higítjátok, akkor onnantól kezdve pedig, ahogy elfogyott a vegyszer, értelemszerűen megtörtént a megfelelő mennyiségű filmkidolgozás. Amennyiben hasznosnak ítéltétek meg ezt a videót, nyomjatok egy lájkot, és kérlek, iratkozzatok fel a csatornámra, hogyha szeretnétek értesülést kapni arról, hogy milyen tartalmakat töltök még fel az oldalra. Remélem tetszett, ha igen, nyomjatok egy lájkot. Találkozunk a következő videóban, sziasztok!